Az Egyesült Államokban már régóta alkalmazzák a no-till, vagyis a talajművelést elhagyó technológiát. A tengeren túli tapasztalatok pedig a magyar termelőket is segíthetik. Az Agrofil SME Kft. Ezért hívta segítségül Jim Leveriket, a Wisconsini Egyetem mezőgazdasági és természeti erőforrások tanszékének professzor emeritusát, akivel a februári Agrofield Akadémia konferencián beszélgettünk. Magyarországot körbeutazva sok erózió által veszélyeztetett területet láttam. Ezeknek a gazdáknak a no-till technológia nagyon sokat segítene földjeik termőrétegének megóvásában. A no-tillt először néhány hektáron kipróbálva meg kell, hogy ismerjék a gazdák, és később akár nagyobb területen is alkalmazhatják. Az indulás persze nem egyszerű, hiszen sok a szkeptikus, sokan nem hisznek a technológiában. Így volt ez Amerikában is, ahol a meghozott intézkedéseknek köszönhetően Wisconsin, Minnesota és Michigan államban a no-till már a területek nagyjából 30-40%-án működik, de a nehezebb, kötöttebb talajú területeken nagyrészt sávművelést alkalmaznak a farmerek talajmegőrző művelésként. Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma irodákat hozott létre, amiből minden állam minden megyében működik egy. A Termőföldvédelmi Szolgálat és a Természeti Erőforrások Védelmi Szolgálat számára is több évbe telt, hogy közel kerüljön a gazdákhoz és segítsen nekik bevezetni az új technológiákat. A farmerek először vonakodva fogadták, de aki bevezette a minimum, vagy a no-till művelést, most magasabb hozamokról számol be. Az új technológia bevezetésének módszere az volt, hogy kiválasztottunk 3-4 farmert, aki érdeklődött és ki szerette volna próbálni. Elmentünk ezekbe a gazdaságokba és kisebb területen segítettünk alkalmazni. Ezeken a területeken aztán szántóföldi nyílt napokat tartottunk, ahova meghívtuk a többi gazdálkodót is. Az amerikai szakember szerint a no-till nem csak a profitra van hatással, hanem a jövő generációira is. A technológia segítségével ugyanis megvédjük a talajt, és fel is javítjuk azt. Jim Leverick az Agrofield Akadémia konferenciáján arról is beszélt, hogy mit javasol a magyar termelők számára. Mivel minden területen más és más a körülmény, így a saját tapasztalatok gyűjtése elengedhetetlen. So the first crops that you may want to try in the system are the ones where you have the easiest weed control. Először olyan kultúrát választanék, ahol a gyomirtás könnyen megoldható, és olyan táblát, ahol nincs szármaradvány. Ha esetleg rendelkezésre áll a technológia, és van lehetőség automata sorvezetést alkalmazni, kipróbálnék más kultúrákat is. Azt ajánlom, hogy a terület nagysága ne haladja meg a teljes terület 10%-át az első néhány évben. Ha tényleg keményen dolgozol rajta, hogy megvalósítsd az újítást azon a 10%-on, akkor össze tudod hasonlítani a maradék 90%-kal, és pontosan látod, hogy a no-till milyen eredménnyel alkalmazható a saját rendszeredben. Ehhez azonban pontos, a technológiai elemeket szigorúan betartó kísérletekre van szükség, amihez akár az Agrofil SME Kft. Is segítséget nyújthat. Jim Leverick ugyanis felkérésükre rendszeresen ellátogat majd Magyarországra, hogy tapasztalatot cserélhessen az újra nyitott, innovatív, hazai termelőkkel.